Sziasztok fiúk, lányok, köszöntelek benneteket! Ma egy nagyon különleges videóval készültem a számotokra, mégpedig nem mással, mint hogy sorra veszem, hogy milyen játékok lapulnak a Steam-es, a Uplay-es és az Origin-es fiókom legsötétebb bugyraiban. Nagyon sok játékról lesz szó, úgyhogy viszonylag gyorsan fogom pörgetni, de azt szeretném végignézni, hogy mivel mennyit játszottam, vagy ahogy a podcastben viccelődtünk vele, mivel mennyit nem játszottam, és ez azért is lesz érdekes, mert tényleg nagyon sok játékról lesz most szó, és látni fogjátok, hogy nagyon sokkal egyáltalán nem is játszottam. Ennek mondjuk egy része az olyan, hogy régen játszottam vele, és amikor át lett rakva így digitális formába a Steam alá, ott nem kezdett el ketyegni alatta az óra, mert akkor már nem játszottam vele. De tényleg van nagyon sok, amivel még egyáltalán nem játszottam, vagy van még több, amivel csak nagyon keveset, mert nem volt rá időm, és holott szerettem volna vele többet játszani, vagy szerintem az a játék többet érdemelt volna. Minden esetre most gyorsan sorra vesszük így a különböző fiókjaim alatt, hogy milyen játékok lapulnak, mennyit játszottam vele, és akkor a végén lesz egy ilyen hozzávetőleges becslés, hogy tényleg mennyit ültem a gép előtt ezekkel a játékokkal, jó? Na, hát akkor kezdjük is! Először a Steam-mel, ez az én kis Steam-es profilom, ami egyébként mindenki számára elérhető. 229 darab játék található benne, ami egy párral kevesebb, mert van benne egy-két beta, amit valamiért külön számol a Steam. Na de vágjunk is neki. Azért látni fogjátok, hogy ezek a számok azért elég beszédesek, több értelemben. Egyrészt azért, mert mutatják az én preferenciáimat, hogy melyik játékok voltak azok, amik a legtöbb ideig le tudtak kötni, és abból a szempontból is beszédes, hogy a játékok mennyire jók, mert hát azért jó játékkal könnyebben játszik többet az ember, még akkor is, hogyha elfoglaltabb, mint én, de akkor is több időt szár rá, mondjuk. És ez azért még ez esetemben is igaz. Tehát egy olyan játék, ami nekem nagyon tetszik, mert mondjuk jó, relatíve jónak nevezhető, azzal igenis többet fogok játszani, még akkor is, hogyha ti nektek nem tudok belőle videót csinálni feltétlenül. Na jó, menjünk neki, mert nagyon hosszú lesz a lista. Rust 260 órával, hát szerintem nem kell mondani, hogy mennyi videó volt Rustból, és mennyi időt töltöttünk el benne. Utána a Dota 2 144 órával. MOBA lévén elég sok időt szenteltem azért neki, de hát ez még mindig elenyésző mennyiség ahhoz képest, amit mondjuk egy komolyabb Dota 2 játékos, vagy hát egy profi, az pedig ennek a 10-20-100-szorosát is már beletolja. A Don't Starve-val 143 órát játszottam, egyébként most sorba rendezve nézzünk őket. Ez is mutatja, hogy a Don't Starve is egy nagyon jó kis túlélő játék ilyen izometrikus nézetben. Na ez meglepő, Aliens vs. Predator. Na ez egy nagyon régi játék, és akkoriban még ezt 2011-ben volt, nem volt ennyi játék, amit így pörgettem volna. Épp hogy csak kezdtem lejönni picit a World of Warcraftról, vagy inkább csak kikacsingatni belőle, és amellett Alien vs. Predator, aztán nagy Alien és Predator fan vagyok, és a multiplayerével játszottam nagyon sokat, emlékszem. Assassin's Creed Brotherhood. Talán az egyik legjobban sikerült Assassin's Creed történeti vonalon, de tényleg az Assassin's Creed 2-t, a Brotherhood-ot és a Revelation-t így együttesen nézve szerintem annak nagyon jó történeti vonala van, és azt szeretette meg velem igazán az egész franchise-t. Játék szempontjából inkább a Black Flag-et tartom a legerősebbnek Assassin's Creed fronton, mert abban van minden, egy nagyon jó hajózós szimulátor és egy nagyon jó Assassin játék egybe gyúrva. Unity feledhető. Na, Dark Out 59 óra, ez gyakorlatilag a Terrariának egy skifi változata, nekem ez jött be igazán. XCOM Enemy Unknown 51 óra, és ebbe benne van már a kiegészítő és az Enemy Within, csak ezt így egybe számolta. Nagyon jó körökre osztott taktikai játék, én nagyon élveztem. Godass 50 óra, na ez viszont csalóka, mert magát a játékot nem merném ajánlani, csak tényleg a nagyon elvetemült emberkéknek. Ez olyan, mint egy mobil játék, tehát klikkelni kell, és sokat várni, hogy aztán még többet várhass. Remélhetőleg még dolgoznak rajta azért. Lesz ez a játék egy olyan formában is, hogy még valamennyire élvezhetőbb legyen, és ne ilyen várogatós legyen az egész. Sajnálom, ez sajnos nem jól sikerült játék. Egyébként csak én ráfügtem. Lichdom Battlemage, szintén 50 órával, nagyon élvezetes kis mágus szimulátor, ahol mi rakjuk össze a spelljeinket. Ezt is ajánlom, ki érdemes kipróbálni, és szépen néz ki.
Anno 2070. Ezzel csak 48 órát játszottam, de időről időre újra előveszem, és egy olyan 8-10 órákat beletoltam, emlékszem. Nagyon jó, és ennek jön ugye a következő része, a 2205, amit már nagyon várok, és szerintem azon is nagyon nagy függés lesz. Ultra Street Fighter 4, 46 órával. Hát ezzel a verekedős játékkal elég sokat játszottam, közel sem vagyok benne, és nem is voltam soha profi, de azért elütöttem vele az időt, szó szerint. Evolve, 43 óra. Ne kövezzetek, megérted, de nekem ez tetszett ez a játék, alapvetően akkor is, hogyha nem aratott osztatlanul nagy sikert, mert hát ugye egy izgalmas multiplayer van, mód van benne, de az meg a legtöbb ember számára nagyon hamar kimerült, tehát nem 40 órát, de még 20 órát se sokszor érte el az átlagos játékidő sok emberre. Én sajnálom, de elvéletileg már gondolkoznak a folytatáson, amiben már az egyjátékos mód is nagyobb szerepet kap. Plague Incorporation Evolved, majdnem 40 órával vagyok benne a játékban, nagyon jó, tehát ez egy ilyen kis management játék, semmi extra látványra nem kell számítani, meg komolyabb gameplayre is, de management játéknak vagy akár ingyenesen is játszható a mobil eszközökön, alkalmazásként letöltve. Nagyon jó, ajánlani tudom mindenkinek, próbáljátok ki, szerintem eszméletlenül jól, egy ilyen vírus szimuláció, hogy hogyan lehet ilyen mindenféle nyavajákat csinálni. Evocron Mercenary, na ez egy nagyon régóta készülő és folyamatosan bővülő űrszimulációs játék, egy ember készíti, és ahhoz képest hát le a kalappal, gyerekek. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ezen játékok szerintem majdnem mindegyike megtalálható már a csatornámon valamilyen videó formájában. Inkább csak azt mondom, amiről még nincs videó, jó? Akkor maradjunk ebbe. Tehát keresetek rá nyugodtan. Beültitek a csonti és a játék neve. Borderlands 2, 35 óra. Nem vittem végig a játékot, de nagyon sokat játszottam vele, és élveztem. Igazán akkor lenne még izgalmas, hogyha valakivel tudnék majd még kóba játszani vele egy az ismerőseim közül, akkor szerintem újra elővenném. Egyébként tényleg lootolsz, mint egy RPG-ben, mondjuk a Diablo, és közben fegyverek. Tehát ez egy ilyen fegyverpornónak is betudható. Fable 3, 35 órával. A kritikáknak nem nagyon tetszett a kritikusoknak ez a játék annyira, én azért 35 órát beletoltam, jó, maradjunk annyiban. Ez jó volt, ebből nincsen videó, by the way. Hitman Absolution 34 órával, én baromira élveztem, kicsit elüt a, hogy is mondjam, a klasszikus Hitmantől abban a tekintetben, hogy a pályák inkább arról szólnak, hogy jussunk el A pontból B-be, miközben ezek a hitmenes ilyen bérgyilkos mechanikák azért működnek, többé-kevésbé. A következő Hitman játék ezt fogja ötvözni a klasszikus Hitman mechanikákkal. Én élveztem ezt a játékot, megmondom őszintén, és várom a folytatást. Assassin's Creed 2, na ez Uplay-en keresztül játszódó játék, tehát megnyitja a Uplay klienst, a Steam klienst, mert szereti a Ubisoft ezt csinálni. 33 órán van benne, nagyon tetszett ez a játék. Sid Meier's Civilization 5, 31 óra. Ezt tudom, ez kevés, ebben igazándiból 2,5 végigjátszásom van benne, és őszintén szólva még szívesen játszanék vele többet, csak az a baj, hogy mindig van más, amivel játszanék, pedig a Civilization-eket nagyon szeretem. Tomb Raider, 30 óra, ugye egy komplett végigjátszás van benne, amit hát szerintem 15-20 óra alatt is le lehet zongorázni, de én azért jól elhúztam vele az időt. Nagyon jó játék, tudom ajánlani mindenkinek. Bioshock Infinite, 29 óra, szintén egy nagyon jó egyjátékos történettel rendelkező FPS-ről van szó. Csak ajánlani tudom, van belőle végigjátszás is, by the way. Duke Nukem Forever, 29 óra. Na, ez az, amit én így végigvittem. Ez is abból az érából való, amikor még nagyon kevés játékkal játszottam, még hiszem 2011-ből. Nagyon vártam ezt a játékot, és igazándiból úgy készültem rá, hogy jó játékot, olyat, amit az elvárásoknak megfelelően készítenek el, tehát 13 évnyi várakozás után nem lehet készíteni, és így akkor nem csalódtam túl nagyot benne. És utána a multival játszottam még sokat, és így jött össze a 29 óra. Subnautica, már 28 órában benne, és valószínűleg ez a szám csak növekedni fog így a következő hónapokban, amíg ugye 2016-ban remélhetőleg már meg fog jelenni. Nagyon jó, élvezetes, most már tényleg van elég tartalom benne az, hogy hosszú távon is lekösse a játékost, úgyhogy azért a 20 eurós árért szerintem legitimálta magát a játék.
Deus Ex Human Revolution 27 óra, ebben másfél végigjátszáson van benne. Ez is egy nagyon ajánlott játék, és jövőre érkezik a következő folytatás. Azt is nagyon várom, és hát most a pre-order bónuszokat hagyjuk, jó? Az egy külön történet hozzá, de tényleg ez egy nagyon jó játék, és érdemes kipróbálni. Egy ilyen FPS nézetű, taktikai, álcázós akciójátéknak tudnám betudni, nagyon sok RPG vonulattal. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 26 óra, most ezek a Batman játékok is vannak, azokból azt hiszem csak az Origin-ből volt videó egyébként, megjegyzem. A Deus Ex-ből sem volt sajnos videó. 26 óra ugyancsak az Origin-zen. Forest, 26 óra, szerintem a Forestet nem kell bemutatni, tehát nyüstölöm a kicsikét. Portál 2-ben is 26 óra, szerintem a Portál 2-t sem kell különösebben esetelni, nagyon jó puzzle platform játék, és ebből sincs videó sajnos. Cities XL, szintén nincs videó, 25 óra, városépítős játék, de most így a SimCity és a City Skylines meg az Anno mellett szerintem ez a leggyengébb így az összes közül. A Cities XL 2011-ben volt, tehát ez igazániból csak azért lett meg akkoriban, mert akkor még nem volt SimCity a láthatáron, az Anno meg a többi azt hiszem pont egy időben érkezett, és a City Skylines meg tényleg sehol, de a City Skylines mindegyiket egyébként gajdra vágja egy játékélmény szempontjából, csak azzal nem játszottam ennyit, gondolom. Dungeons, egy Dungeon Keeper-szerű játék 25 órával, szerintem élvezhető így a műfajával. Escapist 25 óra, Ark Survival Evolved csak 24 óra, hála az Istennek. Tehát ez az a játék, amiben szintén szerintem azt a 200 plusz órát bele lehet tolni, mint a Rustba. Dinós túlélős, maradjunk annyiban. Rayman Legends 24 óra, na ezt a játékot ajánlani tudom mindenkinek, van lokális kóp, akár négyen is játszhatjátok egyszerre, iszonyat vicces, nagyon hangulatos, és tényleg kicsiknek, nagyoknak egyaránt szórakoztató. Dying Light 21 óra, és ezt még végig se játszottam, tehát ez egy ilyen párkőrelemekkel tarkított zombi túlélős játék, FPS nézetben, úgyhogy ezt is ajánlani tudom mindenkinek, és ráadásul jó játék, és jól lett portolva mostani Batman Arkham Knight-os mizériát, ugye beleszámítva. Civilization Beyond Earth, na ebbe is másfél, nem, 2,5 végigjátszásom van benne, tehát viszonylag hamar végigpörgettem, 20 órával majdnem. Ezzel még fogok játszani, amikor jön most ugye ősszel a kiegészítője, a Rising Tide. Craft the World 19,3 órával, egy ilyen törpös, hát ilyen menedzsment játéknak mondanám, kis aranyos cukiság, el lehet vele ütni az időt nagyon. Mortal Kombat Complete Edition 19,1 órával, Mortal Kombat igazából 9-szer játszottam sokat, ez a 9. rész, by the way. Cities Skylines 18,7 órával, hát ezzel még nem tudtam úgy elmélyülni, mint ahogy szerettem volna, de folyamatosan jönnek hozzá az újabbnál újabb és jobbnál jobb módosítások, és ugye jön a kiegészítése is, amit nem tudom, hogy ingyenesen vagy egy fizetős DLC formájában szándékoznak hozzáadni, minden esetre lesz éjszakai élet, meg új épülettípusok, meg új dolgok benne, úgyhogy az is város lesz, úgyhogy ez a szám is szerintem drasztikusan fog növekedni így a következő időkben. Game Dev Tycoon, na szerintem ezt a 18,5 órát így két nap alatt tolhattam bele, tehát az első nap egy ilyen 10 óra volt, amikor így leültem vele játszani, és reggel álltam föl, hogy na jó, most már mennem kell dolgozni. Tehát ez egy játék, ez egy management játék, ami arról szól, hogy fejlesszünk videójátékokat, szerintem nagyon hangulatos, és tényleg a legismertebb ebben a műfajban, és azóta már több hasonló játék is született, ami ugyanúgy a játékfejlesztéssel foglalkozik. Planetary Annihilation, és ennek ugye a kiegészítője most jött, vagy hát egy újabb verziója, a Titans, ami önmagában véve is tartalmaz mindent, amit a Planetary Annihilation tudott, 18 órával. Szerintem amúgy rendben van ez a stratégiai játék, csak és itt lehet bolygókat dobálni egymásra, meg bolygókat robbantani, csak alapvetően kicsit hamarabb meguntam, mint ahogy azt terveztem volna. Ez is az a kategória, amivel ezt játszottam volna, vagy játszanék még többet, csak egyszerűen sosincs hozzá hangulatom, hogy ezt vegyem elő más játékok helyett.
Prison Architect 17,9 óra, tehát majdnem 18 óra, nagyon jó börtönmenedzsment játék, ami még mindig korai hozzáférésben van, de az az a korai hozzáférés, amit bátran tudok ajánlani mindenkinek, hogy próbálja ki, mert szerintem a játék már olyan fázisban van, hogy kész. War for the Overworld 17,7 óra, ez a Dungeon Keepernek a jogutódja. Jó a játék, de valami mégis hiányzik belőle, és igazándiból el lehet vele szöszmögni, meg a kampányt végigjátszani, és mostanság már elég sok kiegészítést, meg update-et is kapott, ingyenes update-ekről van szó. Ki lehet próbálni szerintem, de inkább egy leértékelés mellett tudom ajánlani. Lehet, egy kicsit felpörgetem egyébként. Mortal Kombat 10 17,6 órával. Alien Isolation 17,4 órával, nagyon jó, tehát a Alien fanoknak kötelező horrorjáték. Hitman Blood Money 17,2 óra, szintén szerintem egy nagyon jól sikerült Hitman rész. East Origin, na ez egy nagyon régi, ebből talán a legelső időszakból van egy bemutató videó. Ez egy ilyen felülnézetes akció platformjáték, ilyen japán stílusban, szerintem jó lett. South Park The Stick of Truth 17 óra, szerintem nem kell bemutatni, South Park RPG, olyan, mint egy South Park évadot játszanánk végig interaktíva. Aliens Colonial Marines, igen, au, ez 16 óra, a multi miatt, a kampány maga az 6-7 óra, hát végigjátszható. Sajnos nem lett annyira jó ez a játék. Assassin's Creed, ez az első része, de csak 16 óra, ez annyira nekem nem jött be személy szerint, a második rész viszont annál inkább. Rayman Origins, 16 óra, inkább a Legends-et ajánlom mindenkinek, abban sokkal több minden van, és ugyanez az egész majdnem. Far Cry 3, 15 órával, szerintem ezt sem kell bemutatni senkinek, egy ilyen első személyű, hát túlélő, fegyveres, lövölde, kaland akciójáték. És a 4 is egyébként. Axiom Verge, majdnem 15 órával, nagyon jó kis retro platform játék, iszonyatosan jó hangulattal. Ugyanez az Ori and the Blind Forest, amivel a különbsége, hogy ez nem retro, hanem tök rajzszínszerű és gyönyörű a játék, tehát azt is így kötelezően tudnám ajánlani majdnem mindenkinek, aki szereti a játékokat. Invisible Incorporation, taktikai körökre osztott kémjátszma. Edge of Space 13 órával, ez olyan, mint a Terraria, csak skifiben. Majd még ezt is ki akarom próbálni, elméletileg most szeptemberben fog kijönni a végleges változata, és kikerül a korai hozzáférésből, úgyhogy már csak ennek az oknak a kapcsán is. Outlast, horrorjáték, van végigjátszás. Transformers Fall of Cybertron, na ez a legjobb eddigi valaha készült Transformer játék. Ajánlani tudom, egy ilyen beat'em up jelleggel. Most jön egyébként majd ősszel a Transformers Devastation, amit szerintem szintén érdemes lesz majd megnézni. Én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok rá. Grav, na egy túlélő játék, 12 órával, ez még nagyon korai hozzáférés volt, amikor én próbáltam, azóta lehet, hogy már csiszoltak rajta. Itt annyi a különbség, hogy TPS nézetben látjuk magunkat. FTL, Faster Than Light, 12 óra majdnem, nagyon jó játék, elsősorban mobil alkalmazásokra készült, de aztán ide is utat talált, nagyon jó tényleg, skifi, űrhajót menedzselünk, legénységet menedzselünk, és iszonyat élvezetes. Dead Space, 12 óra, már-már klasszikusnak nevezhető horror túlélő játék, úgyhogy az első rész az nagyon jó, az nagyon adja, meg a második rész is egyébként, ami is szintén itt van valahol. Remélem, de lehet, hogy azt nem trekkeltem már. Lehet, hogy azt nem trekkeltem, mert azt csak beregisztráltam ide, de az egy ilyen standalone verzióban volt meg, de egyébként ott van a doboza is mögöttem valahol. Sunless Scene az egy roguelike, elsősorban ilyen történetorientált játék, 12 órával, erre így én lepődtem meg, hogy így ráfügtem, emlékszem. Nem is játszottam végig még egyszer se, de ebben is bőven van tartalom, és akinek bejön ez a sokat olvasós, már-már szerepjátékszerű történet, azoknak ajánlom, ennek is nagyon jó hangulata van. Banished, a túlélő játékok faluépítős változata, 12 órával majdnem. Dungeon of the Endless, na ez is egy nagyon jó kis körök, idézőjelben körökre osztott, tehát szobanyitogatásokra osztott ilyen akció, stratégiai játék hibrid. Metal Gear Rising Revengeance, az egyetlen Metal Gear játék, amivel játszottam, ez egy akció beat'em up-szerű játék, szerintem nagyon hangulatos, ilyen, és
Badass-nek nevezhetném röviden. Reus, na ez egy stratégiai játék 11 órával, szerintem aranyos. Kicsit lassú, de aranyos. Space Colony, ezt is láthattátok tőlem, egy régi játéknak a Steam-es remake-je, hát remake szempontból semmit nem csináltak vele, viszont maga a játék az jó. Beat Buddy, Tale of the Guardians, 10 óra fölött egy picivel, egy nagyon aranyos kis platformjáték, aminek a zenével történik. Tehát a lényeg az, hogy jó zenék mennek a háttérbe, és avval együttesen kell mozognunk a karakterrel, ha át akarunk jutni, tehát ötletes és jó pofa. Dust, an Elysian Tale, ez is egy nagyon szépen kinéző platformjáték, én az Orient the Blind Forest-tel vonnék ez esetben párhuzamot, tehát valami hasonló minőséget képzeljetek el, iszonyat jó szerintem. Rebellion, Sins of the Solar Empire, 10 óra, ez egy masszív stratégia játék sci-fi köntösben, iszonyat nagy űrflottákat, bolygókat kell menedzselni. Nem játszottam vele annyit, mint amennyit lehetne, vagy lehetett volna, de alapvetően szerintem a játék jó, elnézést. Far Sky, na ez a Subnautica kistestvére, koraszülött kistestvére. Igazándiból ez a játék jó, csak nagyon hamar kimerül tartalmilag, és igazából csak ezért van benne 9 órám, és mindig visszatérő kérdés, hogy miért nem játszok vele többet, hát azért, mert kimerült, és most már a Subnautica az új víz alatti túlélő játék, amit nagyon várok. The Long Dark, ez is túlélő játék, csak hidegben, és kicsit más mechanikákkal, ebbe is valószínűleg még lesz több órám. Transistor, na ez a játék is egy ilyen nagyon szép és tényleg műértőknek való darab, iszonyat jó hangulata van, nagyon egyedi játékmechanikája, hát sajnos csak 8,5 órán van benne, de az a 8,5 óra az abszolút minőségi szórakozás. Jó, kecske szimulátort azt hagyjuk, az csak a hülyeség kedvéért játszom. Crypt of the Necrodancer, na ezzel viszont szoktam időről időre játszani, ez is egy zenei ritmus játék, és jó zenék vannak benne, úgyhogy valószínűleg még fogjátok tőlem látni. De Evil Within 8 órával, kevesebb mint 8 órával, na ez a játék nekem egy csalódás volt, amikor kipróbáltam tavaly a megjelenésekor, és azóta nem nyúltam hozzá, hogy őszinte legyek. Lehet, hogy még, hát igazából elő szeretném majd valamikor venni, bár csak azért is, hogy megnézem, hogy mit változtattak és javítottak rajta, ugye, mert az első megjelenése az valami katasztrofális volt, de amúgy egy horror játék, ahol sokat kell szekrényekbe bujkálni, meg mindenféle élőholtokat visszaüzni másik létsíkra. Limbo, 7,5 óra, ebben úgy másfél végigjátszásom van benne. Szerintem ez is majdnem egy ilyen kötelező kis alap logikai platformjáték. Gamers Go Makers és Mad Games Tycoon, a másik kettő nagyobb játékfejlesztő management játék, ahol videójátékokat kell készíteni. A Mad Games Tycoon egy picit nekem jobban fog szerintem tetszeni, de a Gamers Go Makers, tehát így a lényeg az, hogy eléggé eltérnek ugye a Game Dev Tycoon-tól, bár a Gamers Go Makers sokkal hasonlóbb hozzá, de alapvetően ezek is szerintem élvezetes játékok, és ezeket a számokat, tehát ezt a 7,5 órát is nagyjából egy sessionbe toltam beléjük, tehát így ott ragadtam előttük. Ami jó jel. The Binding of Isaac, hát ebben csak szánalmas 7,5 órát játszottam, de igazándiból ennyi nekem így elég, és időre-időre előveszem. Monkey Island 2 Special Edition, és ennek megvan a Monkey Island 1-es Special Edition része. A Monkey Island újra dolgozott formában, én a régi rókáknak ajánlani tudom, tényleg megkapjátok az eredeti doszos Monkey Islandet, és gombnyomásra ilyen felturbózott grafikával is látható. Szerintem ez az igazi remake, amikor így ott van az eredeti is, meg a felturingolt változat is. Nagyon jó, tehát ez egy klasszikus kalandjáték, csak ajánlani tudom. Train Fever 7 órával, közlekedési transport tycoon játékról van szó. One Finger Death Punch, 7 óra, de ez nagyon jó játék. Itt ezt is majd nézzétek meg a videót, ha érdekel. Nagyon jó, tehát egy ilyen kis karaktert irányítunk, és csak két egérgomba olyan kung-fu harcokat vágunk le, hogy öröm nézni. Imagine Earth, na ez egy korai hozzáférésű játék, el lehet vele szöszölni, ilyen bolygót kell kolonizálni, menedzselni. Na itt van a Monkey Island első része, amit meséltem, 7 órával. Death Trap, na ez egy magyar fejlesztésű játék, és hát lényegében a Diablo-t egy Tower Defense-el mixelik benne, és szerintem ötletes.
A Sanctum is egy Tower Defense játék, csak ott FPS nézetben. Stranded Deep, túlélés ugye az óceán közepén, kis szigeteken, vagy pedig ugye a számkivetett szimulátor. The Swapper, na ez egy platform, egy oldalnézetű platformjáték, skifi platformjáték, hát ez a 6 óra, ez egy végigjátszás, viszont nagyon jó története van, úgyhogy akik tudnak angolul és szeretik a jó skifit, azoknak ajánlom. 60 Seconds, 6 órával, szerintem erről nem különösebben kell szót vesztegetni, ezzel is még fogok játszani. Robocraft, ez is 6 óra, tudom, hogy nagyon szeretik, nagyon megy ez a játék, de nekem ennél több most nem hiszem, hogy kell belőle. Osmos, na ez egy olyan relax játék, gyerekek, tehát olyan pihentető. Lényegében egy kis sejtel kell elnyelni más sejteket. Szerintem érdemes megnézni, van belőle videó. Fishing Planet, na ez a játék az, ami még jócskán följebb fog menni valószínűleg a következő hetekben. Horgász szimulátor, és nagyon is autentikus horgász szimulátor, úgyhogy én nagyon ráfügtem így az elmúlt héten, és valószínűleg még ezzel is fogok játszani. Surgeon Simulator, operáljunk, hülyeség az egész játék, de vicces. Mark of the Ninja, na ez is egy nagyon jó kis álcázós, oldalnézetes játék, lopakodni kell vele és ügyesen eltenni mindenkit láb alól egy ninjával. The Witcher 2, hát ez gyakorlatilag csak a Fersing karistolgatása volt 5,6 órával, aztán nem játszottam vele tovább, aztán már hallottam, hogy jön a Witcher 3, és akkor úgy voltam, hogy na magam, majd abban merülök el jobban. The Fall, na ez is egy skifi játék, és ugyanúgy, ahogy a Swappernél, ugyanaz a kis puzzle platform elem jelentkezik, viszont ez is, nem viszont, ez is nagyon jó, és tudom ajánlani. This War of Mine, 5 óra, szintén ajánlom, egy ilyen kis menedzsment túlélő oldalnézetes játék, és nagyon egyedi látványvilággal és hangulattal. Divinity Dragon Commander, na ezt nem mutattam be nektek, ez a játék egy érdekes hibridje a szerepjátékoknak, a real-time stratégiának és a nagy körökre osztott stratégiai játékoknak. Érdekes, csak az a baj, hogy túl sok minden próbál egy kalap alatt letudni. A szerepjáték része azt szerintem nagyon jól sikerült, a körökre osztott stratégia az még úgy oké, de a real-time stratégia része sajnos nem lett az igazi, és szerintem az volt az a rész, amivel többet foglalkozhattak volna, de alapvetően egy jó kis játékról van szó, csak nem lett igazán jó ezekben a pontokban. Meltdown, ez egy jó kis ilyen platformjáték, jó zenékkel. To the Moon, na ez egy story-orientált játék, még kis pixeles grafikával, szerintem nagyon megható története van, de angol tudással ajánlom. Tomb Raider Anniversary, na ebbe egy fél végigjátszásom van benne, igazándiból az eredeti Tomb Raidernek a remake-je új grafikával, és már csak ezért is kipróbáltam. Hand of Fate, na ez is egy nagyon jó kis kártyajáték, bár nem játszottam vele sokat, de ez tipikusan az a játék, amivel nagyon nagy játékidőt be lehet tölteni, kártyákat kell kijátszani, és a kijátszásukkor akár megszemélyesíthetjük a kártyalapokat, és akkor így csatázunk, tehát ez is egy nagyon ötletes játékocska, és van magyar fordítása? Gyárilag. Metal Slug 3, hát aki volt annak idején játéktermekben, és biztos találkozott ezzel a játékkal, vagy valamelyik részével. Azóta több része is kijött Steamre, de nekem csak ez van meg. Még lehet, hogy a többit is be fogom újítani, de valamikor egyszer, de alapvetően ez egy platformjáték, se több, se kevesebb, de abból viszont az egyik legjobb. Big Pharma, ugye ezt nemrég mutattam be, várhatóan ezzel is fogok még jócskán többet, legalább kétszer ennyit játszani a következő napokban, hetekben. Egy ilyen gyógyszerész üzemet kell menedzselnünk, de inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy a gyógyszergyártó szalagsort hogyan tudjuk optimálisan lehelyezni. Supreme Commandernek a kiegészítője, igen, ez egy nagyon durva stratégiai játék. Deadlight, na ez egy zombis túlélős oldalnézetes játék, ez egy végigjátszás. Pillars of Eternity, na ez 4,2 óra, de ez nagyjából egy tizede egy normális
Pillars of Eternity végigjátszásnak, tehát ez egy nagyon nagy szerepjáték, és egy jól sikerült szerepjáték, de ez inkább az sokat olvasós szerepjáték, ahol egy egész csapatot kell menedzselnünk. A Divinity Original Sin-hez tudnám hasonlítani leginkább, vagy pedig a Dragon Age Inquisition-hez, akkor ugye a mostanian közül tudjának említeni. Ez is mostani játék egyébként, csak ezekkel hasonló. Armello, egy virtuális társasjáték, ami most jött ki szeptemberben korai hozzáférésből, ebben a 4 órában pár 4 darab szerintem ilyen kör volt benne. Tales of Monkey Island az összes chapterrel, szerintem ez a ja, ezeket külön fogja írni, de a lényeg, hogy mindegyikben 4-5 órán van benne. Euro Truck Simulator 2, hát ez a 3,9 óra, ez csalóka, mert van még szerintem egy másik 13-14 óra még egy olyan verzióból, ami nem Steam-es volt, csak aztán Steam-en is megvettem. Boyd, hát ez egy ilyen kis stratégiai játék szerücske, de annyira nem mondanám izmosnak. Supreme Commander 2, na ez is az a játék, amivel szerintem 10-szer ennyi idő van benne, csak itt már a Steam-es verziót jelzik, amivel már annyit nem játszottam, de... Ja nem, ez a második része, elnézést, abban tényleg csak ennyi van benne. Az első részében van benne sokkal több, és azt tudom ajánlani egyébként mindenkinek, a Supreme Commander első részét. A Hack and Slash ez egy érdekes platformjáték, ahol így tényleg mindenféle ilyen számítógépes glitcheket, hackeket kell csinálni, hogy tovább juthassunk. Guns of Icarus Online... Ez egy csapatjáték, ahol ilyen léghajókat kell üzemeltetni és csatába vonulni. Én 3,5 órát szórakoztam vele, de ebben is el lehet egyébként jóval több időt ütni. Gods Will Be Watching. Na ez egy nagyon érdekes játék, ugyanis itt különféle döntéshelyzetek állnak a játékos előtt, és minden pályát úgy kell kihozni, úgy kell dönteni, hogy a végén sikerüljön teljesíteni az adott pályát, anélkül, hogy mondjuk ilyen kritikus feltételek ne bukjunk el, például, hogy ne hagyom meg mindenki, meg ilyenek. Érdekes, tehát így ez alapvetően egy ilyen döntés-menedzsment játék, de nagyon jó sztoria, meg hangulata van. Left 4 Dead 2, 3,5 óra, jó, ne kövezzetek meg, ebből nekem csak ennyi kellett, és tényleg ezt így tavaly próbáltam ki először, és annyira nem fogott meg a játék, de ez az én hiányosságom. A Don't Starve Together bétáját így külön jelzi, ebben 3,5 órát szórakoztam. Jó, megint Tales of Mankind, a Daylight, na ez egy végigjátszás, annyi elég is volt, ez nem egy erős játék, tehát ez egy, szerintem egy eléggé rosszul sikerült horrorjáték. Hotline Miami, 3,2 óra. Szerintem erről sem érdemes különösebben beszélni, ez egy jó játék, csak én játszottam vele keveset. Monkey Island-ek, igen, Gina Sisters Twisted Dream, na ez is 3 órán van benne, ez egy baromi nehéz platformjáték, de viszont nagyon hangulatos és iszonyat jó zenéje van a játéknak, és tényleg gombnyomással lehet váltani két világ között benne, és iszonyatosan szép az átmenet a világok között. Stanley Parable, ez egy walking szimulátor, de iszonyatosan jó a narratívája, úgyhogy angol tudással rendelkezők figyelmébe ajánlom. Strike Suit Zero, hát ez egy űrlövölde lényegében, úgyhogy ennyit tud, de egy jobb fajta. Cikkurát, ez egy roguelike FPS. FaceRig, az alkalmazás, ami mindenféle kreatúrát betol a kameraképet helyett. Valiant Hearts 2,5 óra, ez nagyjából egy végigjátszás, igen. Castle of Darkness, na ez egy gyilkosan nehéz retro-szerű platformjáték. Ezt tényleg szerintem az egyharmadáig vittem el ennyivel, de ilyen eszméletlenül szivatja a játékost. Oddworld, New and Tasty. Ez az épp Oddworld-nek a remake-je, elég jól sikerült szerintem. Én nekem már nem volt annyira menő ezt még egyszer végigtolni, ugye annak idején rommán játszottam, tehát ehhez legalább még egy 15-20 órát hozzá lehetne írni, de a Steam-en csak ennyi van ugye az új verzióból. Maja, na ez is egy management stratégiai játék lesz, de még egyelőre nagyon korai, úgyhogy nem is érdemes többet vele foglalkozni még egy ideig. Never Alone, egy aranyos kis platformjáték, ami jó pofa, de középszerű.
World of Diving, Boval Simulator, Supreme Commander, na igen, ezt kell beszorozni 10-zel, tehát 2,3 óra van ebbe a verzióba, de a nem Steam-es verzióba szerintem 20, de lehet, hogy még több órát beletoltam. Grow Home, 2,2 óra, de ötletes kis játék, nagyon baráti árazással. De itt van a Planetary Annihilation Titans, amiben csak 2,2 órán van, de szeretnék még vele játszani, úgyhogy ezt valószínűleg legalább a duplájára fogom növelni. Five Nights at Freddy, jó, 2 óra, szerintem már bőven sok ez a játékhoz. Walking Dead, 2 óra, hát ott a második fejezet végén ott így elakadtam, és nem volt még ingerencián tovább menni. Beyond Ice, 2 óra, az szerintem még sok is, nem valami jó, az is egy walking szimulátor. Corpse of Discovery, szintén 2 óra, szintén walking szimulátor, de viszonylag jó sci-fi köntösbe bújtatott walking szimulátor, ahol idegen planétákat kell bebarangolnunk. Igazából ebben is olyan 3-4 óra játékidő van benne, csak azoknak, akik szeretik ezt a stílust tudom ajánlani. Kerbal Space Program, kevesebb mint 2 óra, nem fogott meg a játék, bocsi, és nem érzek magam energiát, hogy elmélyüljek benne jobban. No Time to Explain, Remastered, hát ez a what the fuck kategória volt ez a játék, nem. Shadow Warrior, 2 óra, na viszont ez is az a játék, ami még a régi verzió volt meg a 90-es évekből, azzal nagyon sokat játszottam. Ez meg már az új verzió, ami meglepően jó, tehát hogyha így trancsírozni akartok beleket, tudom ajánlani, és ennek is majd jövőre jön azt hiszem az újabb változata. Bastion, 1,8 óra, ezt majdnem végigvittem ennyi idő alatt, de ez is a tranzisztorral tudnám hasonlítani ezt a játékot. Nem is végig, de talán ez egy fél végig játszás egyébként, de nagyon, nagyon hangulatos játék. Party Hard, szerintem ezt nemrég láttátok, stratégikusan hogyan nyírjuk ki a szomszédságot, akik éppen hangosan buliznak, miközben mi aludtunk volna, tehát így vicces. Amnesia Dark Descent, 1,7 óra, idegileg ennyit bírtam belőle akkoriban, ez is egy régi játék. Na, ez a TETS 3001, ez egy futó játék, tehát ilyen Endless Runner, ilyen ügyességi játék. Terraria 1,6 óra, ez reális, ez az én szegénységi bizonyítványom. Egyszerűen, amikor már kipróbáltam, akkor ez a Terraria őrület már rég lecsengett, illetve már köztudottan egy jó játék volt a Terraria. Én kipróbáltam, már nagyon sok minden volt benne, és nem szántam rá elég időt, hogy elmélyülek benne, és közben jött más, de nem tudom, valamiért ennyinél maradtam a játékot illetően, de egyébként a Terrariát se kell szerintem külön ecsetelgetnem, hogy milyen jó játék. És tényleg bagóért be lehet szerezni, úgyhogy aki szeret ezt az oldalnézetes, túlélő, építgetős, kraftolós történetet, azoknak tudom ajánlani. Eat Munchies, hát ez egy ilyen kis gyerekeknek való, szerintem logikai játék. Aranyos. Always Sometimes Monsters, 1,5 óra, na ez egy ilyen, ez is ilyen döntés alapú játék, és lényegében egy emberkének a magánéletét kell benne igazgatnunk. Érdekes, de angol tudása ajánlott ez is. Dear Esther, szerintem az egyik legelső ilyen walking szimulátorok közé tudható be. Történetfókuszú játék, végigmész rajta egyszer és kész, közben meg beszélnek és egy történet kibontakozik. Interlooper, 1,5 óra, na ezt viszont már inkább tudom ajánlani, nekem legalábbis ez jobban tetszett, mint a Boyd, attól függetlenül, hogy ebben kevesebbet játszottam valamiért, de ez jobban tetszik, ilyen kis stratégiai játék. Into the Stars, na ez egy nagyon érdekes játék lesz, olyan lesz, mint az FTL, tehát egy űrhajót és annak legénységét kell menedzselni, miközben eljutunk a galaxis A pontjából a B-be, és közben nagyon sok random generált kalandunk lesz. Ez még nagyon korai hozzáférés, tehát itt még sok minden fog változni, de szép, jól néz ki a játék és hangulatos. Én bízom benne, hogy még nagyon sok minden jó dolgot fognak belepakolni, és akkor büszkén tudom nektek ajánlani. Jelenlegi formájában van belőle videó egyébként, nézzétek meg, ha érdekel. Még nem feltétlenül tudnám ajánlani, de majd kiderül minden, és erre is többet fogok még szórakozni. Jó kenyét, azt hagyjuk, másfél óra az még bőven sok is volt. Not a Hero, na ez is egy érdekes játék, egy ilyen belezős, lövöldözős platformjáték. Szerintem jó.
Ehhez is kell azért egy életérzés, de jó. Unturned. Ez melyik is? Ja, az a Minecraft-szerű zombis cucc. Ebből nekem ez a kevesebb, mint másfél óra elég volt. Guacamelee, na ez egy ilyen mexikói luchador platform játék, ahol így ütlegelnünk kell mindenkit. Ez annyira nem fogott meg, úgyhogy ebbe csak kevesebb, mint másfél órán van. Ugyanez a Medieval Engineers, egy ilyen sandbox játék, ahol várakat kell építenünk. Divide by Sheep, na ezt is láthattátok. Egy ilyen aranyos kis logikai játék, de nem az én műfajom. Viscerax Cleanup Details, tehát ez a takker szimulátor. Konkrétan fel kell mosnunk mindenféle beleket, meg vért, meg romokat takarítani. De minek takarítsak egy játékban, ha itthon se szeretek, tehát értitek. De ez is ilyen, nem tudom, elmebeteg. Diad, na ez egy ilyen, hát kicsit ritmus játék, ha jól emlékszem. Nem sokat játszottam vele, de ez a tipikus ilyen, vagy relaxálsz, vagy begolyózol tőle, tehát ilyen csőben mész, és akkor így jönnek, el kell találni, hát ilyen nagyon benne kell legyél a zónában, vagy nem. Alien Swarm, na most őszinte leszek, erre már nem is emlékszem, hogy ez mit tud ez a játék, viszont a Hitman, Codename 47, az az 1,1 óra az nem releváns, ugyanis ezt szétfügtem annak idején, úgyhogy ezt legalább szerintem 20-szal be kell szorozni ezt a játékidőt. Tormentum egy kalandjáték, egy egyszerűbb kalandjáték, de nagyon érdekes vizualitással. Úgyhogy ezt is inkább műértőknek. Dead Island Epidemic, jó, ez annyira nem tetszett, ezen azt csak kipróbáltam. A Mercenary Kings, azt sajnálom, ugyanis ugyanolyan platformjáték, mint a Metal Slug, viszont van benne egy ilyen random generált, ilyen végtelenített faktor, és tehát nagyjából ugyanaz a stílus, de, sőt, egy az egyben azt majmolja a játék. Nem játszottam vele sokat, valamiért nem fogott meg annyira. Dead Realm, ezt láttátok, ez a bujócska-fogócska szimulátor. Jó pofa, de nem nagyon fogott meg őszintén szólva, vagy nem volt kivel játszanom inkább. Five Nights at Freddy's 3, egy óra se pont elég volt. Sirius Sam, egy óra, hát ebből ennyi futott nekem. Epotheon, ez egy ilyen görög ábrázolás módú platformjáték, ebben is csak egy órát játszottam, ebben egy ilyen egyharmad végig játszás van benne szerintem. Igazándiból ebben még szerettem volna többet játszani, csak aztán teljesen elfeledkeztem róla. Angry Video Game Nerd játék, ez azaz a kaland platform játék, ami direkt azért készült, hogy így kikészítse a játékost, és hát én egy órán keresztül tűrtem neki ezt majdnem. Neighbors from Hell, ez se releváns 0,8 órával. Homeworld Remastered, na ez viszont egy nagyon jó remastered, amivel még szeretnék játszani, de még nem volt ráérkezésem, de a Homeworld az egy nagyon jó sci-fi stratégiai játék. Tokitori 2, jó, hát ez egy vicc, de ez gyerekeknek van ez a játék, abszolút kisgyerekeknek. Neighbors from Hell 2, szintúgy. Phantasmal, na ez egy korai hozzáférésű játék, amiben van potenciál, de jelenlegi formájában még tragikusan rossz volt, úgyhogy ezt majd később még visszanézzük. State of Decay, na ezzel viszont nagyon szerettem volna többet játszani, de szintén nem jutott rá több időm, de lehet, hogy majd még előveszem. Mert ez a játék nagyon, nagyon izgatta a fantáziámat annó, csak ugye a Steam-es legsötétebb bugyrokban egyedül el van ásva. A Fallout New Vegas ugyanaz a kategória, van a különbsége, hogy ott elkezdtem játszani, lett is volna időm, de aztán nem fogott meg a játék. De lehet, hogy majd a négy megfog, majd meglátjuk. Botanicula, na ez is egy aranyos kis, szerintem elsősorban a gyerekeknek egy ilyen kis kalandjáték. Colat, hát ez is inkább egy ilyen misztikus walking szimulátornak tűnt nekem, de ezzel se játszottam többet, tehát nem fogott meg túlságosan. Five Nights at Freddy's 4, na ez nagyjából a videó erejéig, meg még egy kis pluszba játszottam vele. Receiver, hát ez egy free-to-play hülyeség, ezt nem is mondom. Please Don't Touch Anything, na ez viszont egy érdekes játék, ebből fél órán van. Egy gombot nem szabad lenyomni, és igazániból, hát ez egy érdekes, inkább ilyen szociális kísérletnek mondanám egyébként, hát egy ilyen logikai játéknak mondanám, egy érdekes logikai játéknak, de van belőle videó, nézzétek meg.
Jó, Monkey Island Nightside 0,5 órával, ebben még szeretnék többet játszani, ez egy stratégiai játék. Ronin fél óra, ez olyan, mint a Mark of the Ninja, csak kicsit másképp. Lone Survivor, na ez egy érdekes túlélő játék. Ezzel a standalone verziójával játszottam nagyjából 3 órát, és itt csak 4 órát logolt nekem a rendszer, amikor Steamre is átkonvertáltam. Ez egy horror játék akar lenni, de egész jó féle, ez is ilyen pixeles grafikával van megállva. Faced, hát ez olyasmi, mint a Limbo, ilyen oldalnézetes puzzle platform játék. Annyira nem fogott meg a játék, hogy elmélyüljek benne. Brothers, na ezzel is egy standalone verzióval játszottam, azt végig, azt a 2,5 órát, és akkor itt még egy fél óráig még játszottam vele a Steam-es verzióval újra. Democracy 3, na ez is egy management játék, amiben nem mélyültem el túlságosan, de egyébként ezzel is, aki szereti a management játékokat, ez egy ilyen politikai szimulátor játék. Lényegében az országoknak a országot kell menedzselnünk mindenféle rendeletekkel, meg adókkal, meg minden, de tehát ez is olyan, mint a Plague Incorporation. Audio Surf, ez egy ritmusjáték, kicsit hűltünk vele, ezt csak egy poénból vettem meg. Na Duke Nukem 3D Megaton Edition, tehát ezek már inkább azok a kategóriai játékok, ami itt már több lesz, ami azért van meg, hogy meg legyen kategória. Tehát annak idején ezt rommá játszottuk, itt csak így kipróbáltam. RPG Maker, hát ez egy ilyen szoftver. Ez a Viscera Cleanup Santa, tehát ez a karácsonyi Leaders nyomás. Fez, ez szintén ez azért van meg, hogy meglegyen, de annyira nem fogott meg, de érdekes. Speedrunners, ezt csak hozzám vágták, azt belenéztem. Endless Space, na ezt szeretném még egy kicsit majd valamikor egyszer jobban megnézni, mert ez is egy ilyen űrstratégiai játék, flottákat, bolygókat kell menedzselni, és eléggé érdekes, szóval ez az Endless játéksorozat, tehát a Dungeon of the Endless, Endless Space, meg Endless Legacy, vagy van még, tehát ilyen Endless játékok, ugyanaz az univerzum. The Plan, ez egy vicces kis játék, kb. Ennyit lehet vele játszani, amíg így én játszottam vele, de érdemes megnézni. Ingyenes The Plan, egy léggyel vagyunk benne. Infinity Wars, hát ez valami kártyajáték, de kijött a Hearthstone, és bele se néztem. Jó, és akkor most jönnek azok a játékok, amikben már nulla játékidő van a Steam szerint. Az Arkham City az nem valid, ugyanis az Games for Windows-zal volt, csak ugyan a Games for Windows az úgy megszűnt, és át lehetett hozni Steamre a játékot, és én így áthoztam, de egyébként ebben egy olyan 30-35 órán simán benne van, tehát a Batmanből szerintem az egyik legjobb rész eddig. Blades of Time, érdekesnek tűnt, Humble Bundle-ben volt és megvett. Braid ugyancsak, ezt valamikor még szeretném kipróbálni, mert ez egy ilyen puzzle platformjáték. Castle Crashers, úgy szintén szeretném kipróbálni, a Darksiders-el is. Itt az összeset kipróbálnám igazság szerint. Jó, Darksiders, Dishonored, Going East, ezt így külön jelz, ezt a DLC-t. Final Fantasy 7 és 8, hát ezekben szerintem 100-100 órán benne van, csak hát a Steam-en meg már csak azért vannak meg, hogy meg legyenek, tehát ezek így ilyen must have volt nekem, még akkor is, hogyha itt már Steam-en nem játszottam velük. Ugyanez a helyzet a Hitman 2-vel és a Contracts-el is, tehát azokban is 30-30 órán simán benne van. A Metro 2033-mal nem játszottam semmit, ezt bevallom őszintén, de megvan, tehát egyszer majd lehet kipróbálom. Monaco-val se, Ever se, Naval Warfare-rel se, Nosferatu-val se, ez a Whistleblower DLC, ez külön itt jelezve van, de ezt egyébként végigvittem. A Portál is azért van itt meg, hogy meglegyen, de egyébként a Portált is végigtoltam még régen annak idején. Rayman-nel nem játszottam, Red Faction-nel sem. Igen, ez valami kiegészítő, az RPG Maker, ez a Sniper Elite-et valamiért hozzám vágták. Stick of Truth, ez valami bónusz content, úgyhogy ezt nem számoljuk. The Bridge, na ez is egy jó puzzle platform játék, nagyon egyedi ábrázolásmóddal, ezt is ki szeretném valamikor próbálni, csak sose jutok el oda. Jó, és Skyrim, hát ebbe tényleg annyi valamennyit láttok, 0 óra. Egyszerűen annyira masszívan monumentális ez az RPG, hogy nem volt rá sose érkezés, és nem is akartam belevágni, mert nem, ez a játék többet értemel, tehát vagy mindent, vagy semmit, oké? Okay? És én tisztelem ezt a játékot annyira, hogy ha nem tudok neki mindent nyújtani, akkor inkább semmit.
Jó, egyébként a Legendary Edition-t vettem meg, tehát ott volt 10 euróért Steam-en, hát mondom Skyrim-ot 10 euróért, miért ne? The Guild 2, ezt azt se tudom, mi ez a játék. Viszont Titan Quest és Titan Quest Immortal Throne, ezeket a játékokat is azért vettem meg Steam-en, hogy meglegyenek, egyébként ott van mögöttem a doboza is. Nagyon jó, tehát ez a Diablo 2 és a Diablo 3 közötti, hát cirka 10 éves érában kijött játék, sokkal szebben néz ki, mint a Diablo második része, és ilyen görög mitológiai környezetben játszott, nekem nagyon tetszett, és ezt is rommá fügtük így még annak idején haverokkal, azt hiszem 2004-ben jött ki, és 2006-ban azt hiszem az Immortal Throne, ebbe is kb. 200-200 óra benne van. Tomb Raider Legend, szerintem ez jól sikerült, meg az Underworld is, ezek is azért vannak itt, hogy meglegyenek. Ebben is szerintem egy olyan 20-20 órán benne van, annak ellenére, hogy ezeket nem szokták annyira dicsérni, de nekem tetszettek annak idején. Trine 2, ez Humble-os, meg a Tropico is, ezekkel nem játszottam. Oké, Waking Mars, ez is Humble-os, ezt is ki szeretném majd próbálni. Worms Revolution, ezt megvettem, hogy majd itt tudjunk kópozni így lokális, hát Worms lényegében, de nagyon olcsó volt, tehát valami másfél euró, vagy hogy most egy ilyen akcióba, és akkor lecsaptam rá, és a Steam-es tárcámban volt 2 euró, tehát ingyen vettem lényegében, és itt az Enemy Within, ami meg már bele van számolva az Enemy Unknown-ba. Úgyhogy ez volt a Steam, hölgyek, urak! De akkor még megnézzük gyorsan az Origin-t, az már nem lesz ilyen hosszú, úgyhogy kitartást mindenkinek, és a Uplay-t, ott azért már lényegesen kevesebb a fiókom. Na nézzük a Origin, az EA meg a Ubisoft mindjárt megöl engem, hogy mit művelek a cégeikkel. Na jó, akkor nézzük át. Battlefield 3, ez meglett az On The House keretén belül, de nem játszottam vele, és ez ráadásul az után lett meg, hogy kipróbáltam a Battlefield 4 bétáját, és az annyira, de annyira nem hozta meg a kedvemet hozzá, mert béna vagyok. Nem, a Battlefield Hardline-t próbáltam ki bétában, és az annyira elvette a kedvem, mert annyira vacak volt az élmény, mert béna vagyok, meg a többiek túl jók, meg béta volt, meg nem az én műfajom, meg béna vagyok, meg mindent. Tehát, hogy igazából ezeket így itt vannak, mert hozzám vágta őket az EA ingyen, az On The House keretén belül, de nem akarom különösebben kipróbálni. Ugyanez a Bejeweled, ezzel se játszottam egy percet se, de most! Command & Conquer, a full, ami létezik Command & Conquer, az itt van. Ezekhez sajnos nem ír időt, de hát ezekhez lényegében mindegyikhez egy olyan 20 órát lehet alaphangon számolni. A Tiberian Wars Cain's Wrath kiegészítővel, ez szerintem egy 40 óra, kettő simán megvan. A Command & Conquer 4 aztán a leggyengébb része a szériának, és tehát ott masszívan elszakadtak az eddig megszokott Command & Conquer stratégiai vonaltól. Ebben is szerintem egy olyan 15-20 órán biztos van, de ezt én is érezhetően gyengébbnek találtam annak idején. Command & Conquer az eredeti, az originen sincs működő változata, tehát ehhez így hakszolni kell hozzá ilyen mindenféle más szoftvereket, hogy illinduljon, tehát így botrány, hogy az EA mennyire nem foglalkozik ezekkel, csak árulja őket, de tehát jó, mondjuk ezt az összes Command & Conquer-t egybe vettem meg valami 10 euróért, igen, ezért a Command & Conquer The Ultimate Collection Additional Content, tehát ez az Ultimate Collection pakban volt benne mindegyik, de annak idején nagyon sokat játszottam ezek is. Generals szintén nagyon sokat játszottam vele, Red Alert és a Yuri's Revenge, meg a Red Alert 2, Red Alert 3, jaj, de jók ezek a játékok, ezek is nagyon sok, meg az eredeti Red Alert, hát ez kész. És a Command & Conquer Renegade, na ez egy FPS, nem túl jó FPS, de viszont Command & Conquer fanoknak szerintem feletté élvezetes, és van benne egy nagyon egyedi játékmód, egy ilyen többjátékos játékmód, ahol konkrétan első szemű nézetben kell menedzselnünk a real-time stratégiai részét, tehát bázist
építeni tankokat, meg a Command & Conquerből ismeretes, az eredeti Tiberiumos Command & Conquerből ismeretes egységeket legyártani, akkor beleülünk, lövöldözünk, és így szerintem baromi. Ennek egyébként, ha jól tudom, egy ingyenes változata is, aminek nem tudom mi a címe, amit böngészőből lehet játszani, és azt egyébként így teljesen ilyen kis rajongók készítették, és sokkal jobb egyébként, mint ennek a módja, de mondom, tehát én ezt nagyon élveztem, ezt a játékot. És a Tiberian Sun, hú, ez mikor, ez 99-es talán ez a játék, de akkor is emlékszem, hogy szétfügtük, és a kiegészítőjével a Firestorm-mal egyetemben. Crusaders, ez ingyenesen megvolt itt az ilyen. Dead Space, igen, ez itt is megvan. Dead Space 2, ebbe csak 2 óra van benne, de itt is volt valami kavar a fiókommal, és kitörlődött belőle a Dead Space 2, de aztán a support az így jóvá írta nekem, és abba 2 órát toltam be, de a Dead Space 2 meg a Dead Space első 2 része azok nagyon jók, azokat tudom ajánlani, mindkettőben egy olyan 15-15, de lehet még több óra benne van, és iszonyat jó túlélő horrorjáték, sci-fi túlélő horrorjáték. Dead Space 3, hát igen, ez az, amikor így szakítottak az első 2 rész hangulatával, játékmenetével, meg úgy mindennel, és egy akciójátékot csináltak a Dead Space-ből. Ez ingyen lett meg, mivel a SimCity botrányos indulása után az EA ingyen hozzávágta a játékosokhoz valamelyik játékot, és én is a Dead Space 3. részét választottam. Ez a 3 óra reális, tehát ennyit játszottam vele. Nem győzött meg. Dragon Age, ez ingyen lett meg, nem játszottam vele. Kingdoms of Amalur: Reckoning, na ez viszont egy nagyon jó RPG kaland fantasy játék, amivel 22 órát játszottam, nem játszottam még ennyire alatt végig, tehát valószínűleg ebben még egy olyan bő 10 óra benne lenne, de ez az a játék, ami végül nem lett MMO, tehát MMO-nak kevés, RPG-nek viszont picit olyan érdekes, tehát ez egy egyjátékos játék lényegében, tehát érdekes, jó szerintem, és általában bagoért szokta osztogatni az EA, úgyhogy ki lehet szerintem próbálni. Na és jönnek a Mass Effect-ek, 35 óra, 43 óra a második része, szerintem egyébként történetben az a legjobb, és a Mass Effect 3, 160 óra, ebből nagyjából 35-40 óra volt maga az egyjátékos része, és a maradék 120-130 óra pedig a több játékos módja volt, ami nekem nagyon bejött, és nagyon sokat játszottam vele, úgyhogy várom a Mass Effect Andromédát, fogalmazzunk úgy, tehát nagyon jó történet, igazi űropera, tudom ajánlani mindenkinek. Akkor, Mirror's Edge, hát 3 óra, ez egy fullos végigjátszás, meg egy kis bohóckodás. Szerintem jó, jön a következő része, reméljük, hogy jó lesz. Peggle, ez nem tudom mit keresik. Plants vs. Zombies, na ebben csak 8 óra van, de szerintem van még kb. Másik 30 órán még a nem origines verzióban. Nagyon jó kis, ilyen, hát Plants vs. Zombies, meg kell védenünk. Hogy hívják, ilyen Tower Defense-szerű játékot. Garden Warfare, ez itt van, de nem játszottam még vele, ez egy ilyen limitált hozzáférés, aminek egyébként itt van ez a naptári konja. SimCity, 185 óra, igen, tehát nem véletlenül volt belőle 108 videó. SimCity 2000, ez is az a legyen meg kategória, az is azt hiszem ingyen lett meg így az On The House keretén belül, de ennek örülök, hogy ingyen itt van. Nem biztos, hogy elindul, de megvan a játék, még ha jól tudom, Good Old Games-es verzióban is. Hú, tényleg már azt is megnézzük. Akkor Sims 2, ebben régen játszottam nagyon sokat, szerintem 50-60 óra simán benne van, meg aztán a húgon függött rá nagyon. Hát a Sims 4 az már érezhetően gyengében sikerült, tehát csak 24 órán van, mert nagyon sok mindent inkább kihagytak belőle, és ez így még számomra sem, hogy nem vagyok egy Sims fanatikus, így éreztette a hatását, úgyhogy igazándiból ennyi. Én sajnálom, hogy nem lett jobb, de engem ennyire fogott sajnos meg a játék. Spore és a kiegészítő, na ezekkel 7 illetve 1 órán van, de annak idején, amikor kijött, mögöttem van a díszdoboza, sokat játszottam vele, fogalmazunk úgy, tehát 30 órán tuti benne van. Na Syndicate, ezzel nem játszottam életemben, de tudom, hogy egy klasszikus játékról van szó, talán egyszer megnézem. A Temp Hospital, ez is így egy klasszikus, ami itt megvan, örülök neki, hogy itt megvan, és igazándiból ezzel is iszonyatosan sokat játszottam régebben.
Titanfall, ezzel bétáztam 3 órányit, jó, de igazániból nekem ennyi elég is volt belőle, meg utána tényleg nem durrant akkorát. A Pagan, ez nem tudom micsoda, ja, ez az Ultima 3? Ja, az Ultima, jó, hát azzal egy picit játszottunk még nagyon régen a barátaimmal, de igazániból már azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák. A Wing Commander az is egy ilyen űr lövöl, de ezzel nem játszottam be valami őszintén, de is egy nagy klasszikus. Egyébként a Wing Commandert az a Chris Roberts készítette, aki most a Star Citizenen dolgozik, úgyhogy ért valamit hozzá az ember. És végül ez a Zuma's Revenge, amit most kínálnak így ingyenesen az Origin, úgyhogy nézzetek fel rendszeresen, így mondjuk havonta az Origin-re legalább egyszer, mert az On The House alatt ilyen ingyen játékokat osztanak. Tehát mindent elkövetnek azért, hogy használják a platformjukat. Jó, hát akkor ez volt az Origin, jelentem. Akkor most benézünk gyorsan picit, már nincs sok egyébként kitartás, de aki már idáig nézi, az valószínűleg nagyon érdeklődő. Elnézést, ezt egy kicsit meghakszoljuk. Ez itt a Good Old Games-es fiókom, ahol tényleg csak néhány játék található, és ezek pedig... Ó, ez nem szép így, még egy kicsit kijebb húzzuk. Sid Meier's Alpha Centauri. Szerintem nem kell bemutatni, Civilization játék. Witcher 3 The Wild Hunt. Na, ez viszont itt egy abszolút reális dolog. Nem írja már, hogy mennyi időt játszottam vele? Vagy csak én nem veszem észre? Hát 16 napja nem nyúltam hozzá, és már nem írja, de ebbe egyébként 40 plusz órán van benne a legutóbbi emlékeim szerint. Hát kár, hogy nem írja. Nagyon nagy kár. De a Witcher 3-at szerintem kell bemutatni. Jó, Tomb Raider 1-2-3, ez a legyen meg... Itt lényegében az összes játék az a legyen meg kategória. Régen nagyon sokat játszottam velük, és most így megvettem őket, hogy itt legyenek meg. És a Good Old Games-et, aminek egyébként van már egy külön kliense is, tudom javasolni, hogy próbáljátok, ott is nagyon jó játékok, nagyon jó akciók vannak sokszor, és hát nagyon sok régi retro játék, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Aliens vs. Predator, az első része, Leisure Suit Larry Love for Sale, ez a Meg Runner, Call to Power 2, én a Call to Power-t szerettem volna, a Call to Power 2 az nagyon hasonlít, de a Call to Power az egyik kedvenc Civilization játékom volt mind a mai napig. Nexus, The Jupiter Incident, nagyon jó sci-fi stratégiai játék. The Cat Lady, ez egy kalandjáték, eléggé elcseszett hangulattal és lelkivilággal. Ezt most egy pozitív értelemben mondom, jó? De ilyen eléggé depis játékról van szó. Jó, Duke Nukem, Dungeon Keeper, Gold, Startopia, SimCity 2000, Fallout 1-2, Tactics, semmit nem játszottam velük. Ezekkel semmit nem játszottam, ezt bevallom. Guilty Gear 2X Reload, nagyon jó verekedős játék, ajánlom figyelmetekbe. Stargunner, ez egy ilyen oldalnézetes, lövöldözős játék, ilyen bullet hell, vagy hogy szokták ezt nevezni. Slender, The Arrival, Populous The Beginning, na ez is egy nagyon jó játék, ez egy stratégia, meg kicsit olyan RTS játék keverék, egy sámánt irányítunk, azokat képezni mindenféle varázslókká, papokká, harcosokká, akiknek az imái éltetik a mi varázsletőrünket, és hát ugye a sámánoknak mindenféle brutális spelljei vannak, úgyhogy nagyon jó játék. Them Hospital itt is megvan, biztos, ami biztos. Earthworm Jim 1 és 2, nagyon jó játék, ezt annak idején Super Nintendo játszottam nagyon. Dungeon Keeper 2, Rayman Forever, Goblins 1-2-3, az egyel és a kettővel soha nem játszottam, de a harmadik részét még a keresztesommal 90-es évek elején hát rommá játszottuk, és kb. Egy évünkbe telt, mire végigjátszottuk, hát akkor még angolul sem nagyon tudtunk, és hát ez a játék angol, ez egy kalandjáték. Ezeket meg nem ismerem, hogy őszinte legyek, de ezeket itt ingyen hozzám vágták. Jó, és végezetül, de nem utolsó sorban, itt van nekünk a Uplay. Na, itt van az Anno 2070, itt az sok Steam-es játék visszaköszön, mert ugye
A Ubisoft szereti, hogyha a Steam-en megvásárolt játékok ugyancsak a Uplay-en keresztül fussnak, mert miért ne fusson két kliens a háttérbe, miközben játszol. Jó, Assassin's Creed 3, hát ebbe egy jó 20 órán benne van. Black Flag, na ebbe egy 40 óra legalább benne van. Tehát a legjobb Assassin's Creed szerintem, amit érdemes kipróbálni. Child of Light, nagyon aranyos, tényleg gyerekekkel együtt játszható ilyen kis kalandjáték, platformjáték. Far Cry 3-4, egyiket sem játszottam végig, viszont nagyon jól mulattam, viszont nekem személy szerint a harmadik része pont azért, mert ilyen trópus, meg ilyen szigetvilág, meg cápák, krokodilok, tehát ez a trópusi szféra, ezért jobban bejött, úgyhogy többet játszottam. From Dust, ez egy érdekes, hát logikai játék, amiben igen nagy szerepet kap így a fizika, tehát hogy így a terraformálnunk kell így a területet, és akkor így a víz elfolyik arra, át tudnak menni az emberek, akkor eloltjuk a tüzet a vízzel, amit oda beengedtünk, meg ilyenek, tehát érdekes, van videó, nézzétek meg belőle, így nem tudnám elmondani. Rayman Legends, Mighty Quest for Epic Loot, ez egy free-to-play játék a Ubisoftnak, érdekes, ebbe is van szerintem egy 20-30 órám, de aztán nagyon ráuntam, de, és még minden olyan napig kérdezitek, hogy mikor lesz, szerintem már nagyon nem fogok lejátszani, de egy jó pofa játék mindenképp, azt aláírom. Splinter Cell Blacklist, ezt ingyen kaptam meg egy Humble Bundle keretén belül, még nem próbáltam ki, de valamikor szeretném ezt is megnézni. Valiant Hearts, az itt vagyon, és a Watch Dogs, a hírhet Watch Dogs, amivel hát szerintem egy olyan 20-25 órát biztos játszottam, de nem vittem végig, és igazándiból tényleg nem lett olyan jó a játék, mint amilyennek szerettük volna, és ez éreztette magát nálam is, tehát ezért nem is vittem végig, de egy 20-25 órát szerintem simán azért elbóckodtam vele. Jól van, és hát maradtak a Blizzardos játékok, amiket így külön most így nem prezentálnék nektek, meg nem is tudnám most így összeszámolni, hogy miből merre, meddig mennyi, úgyhogy én megköszönöm szépen, hogyha idáig végignéztétek, de annyit elmondhatok, hogy a Diablo-ba több száz órán van, a StarCraft-ba szintén több száz órán van benne, a World of Warcraft-ba még emlékszem, hogy összeszámoltam, 220 nap körül van az összesített játékidő az összes karakteremmel, tehát az nagyon durva, és mi van még, hát most a Hearthstone, ott sajnos nem írja, a Blizzard kliens sehol nem írja, hogy mivel mennyit játszottam, úgyhogy ez botrányos, de hát ez van sajnos, és mi van itt még, StarCraft, World of Warcraft, Heroes of the Storm, szerintem abban is van már 100 plusz órám, de lehet már 200 plusz, tehát mobáról van szó, ugye ez nagyon sok. És talán a legérdekesebbet így a végére, tehát lehet, hogy páran most így nagyjából számolgattátok, vagy jegyzeteltétek, de azért én összeszámolgattam így a Steam-es kliensből, a Ubisoftosból, az Origin-ből, meg a Good Old Game-ből, és összességében ez mondjuk sok benne a kerekítés, mert valahol tényleg nem mért időt, meg hasonlók, de nagyjából egy olyan, egyedül a Blizzardos nincs benne, de szerintem az még egyszer ugyanennyi, de lehet, hogy még háromszor ugyanennyi időt, vagy még többször. Tehát Steam-es, Origin-es, Uplay-es és Good Old Game-es platformos játékaim összességében egy 2328 órányi játékot adtak ki, és ebben benne van ugye a régen játszott játékaimnak is a nagyjáboli becslése, hogy mennyit játszottam vele, tehát 2328 órát játszottam, ami cirka olyan 90 napnak megfelelő konstans játékidő, tehát 90 napig ülhetnék itt, anélkül, hogy felállnék és játszanék végig, alvás minden nélkül. És átlagosan egy játékkal 13,5 órát játszottam. Úgyhogy ennyi az én nagy statisztikám, ezek a játékok vannak meg, és ezek azok a játékok, amikkel sokat játszottam, vagy éppen nem játszottam. Ez egy kicsit hosszabb videó volt, gondolom nem sokkal jutottatok el idáig, de hogyha igen, akkor köszönöm szépen nektek a kitartó figyelmeteket. Remélhetőleg azért fogok még tudni sort keríteni
ha nem is a közeljövőben, de valamikor egyszer mindegyik játékra kipróbálhassam. Írjátok meg, hogy ti nektek hány játékotok van Steamen, van-e köztük olyan, amivel nagyon sokat, tehát ilyen 100 óra fölött játszottatok, és van-e olyan, amivel így meglepően, számotokra is meglepően keveset. Jó, a kommentekhez írjátok már le ezt, mert kíváncsi vagyok, meg szerintem ti is egymásért, meg hogy tényleg ki merre meddig. Jó van, én akkor elbúcsúzom, legyetek jók. Ja, és még valami, a zene, ami itt a háttérben szólt, azt a Jukedeck nevezetű oldalon készítettem, ahol ingyenesen lehet saját magatoknak készíteni, tényleg 2-3 kattintással ilyen bármikor felhasználható zenéket, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg, linkeltem ezt is a leírásba. Na jó, most már tényleg megyek, sziasztok!